Sziasztok, Mikler Roland vagyok, a Molpik Szeged és a Magyar kézlabda válogatott kapusa. Ez pedig itt a következő NSO tanóra, az énekzene óra. Én azt gondolom, hogy legtöbben engem a kézlabda pályáról ismernek, de biztos, hogy vannak olyanok, akik már találkoztak velem valamelyik klubban, már pedig úgy, hogy én kevergettem a lemezeket és játszottam a kedvenc dalaimat és a ti kedvenc dalaitokat, de, de lehet, hogy valamelyik internetes Közösségi média oldalon is találkozhattatok velem, mint, mint egy itthoni élő live mix DJ-zés kapcsán. Úgyhogy ebbe fogok most betekintést nyújtani ének zene óra néven, és nagyon bízok benne, hogy azok, akik egy picit is érdeklődnek a DJ-zéssel kapcsolatos dolgok iránt, azok most egy picit nagyobb betekintést fognak kapni erre, ezzel a szakmával kapcsolatban. És ezt azért mondom, hogy szakma, mert most már nagyon sokan próbálkoznak vele kisebb-nagyobb sikerekkel, és úgy gondolom, hogy a mostani technikával már elég könnyű is úgymond DJ-vé válni, de első és legfontosabb az, hogy az alapokon végigmenjünk, és aztán bemutatom nektek, hogy hogy válhattok David Gettává. Szerintem nagyon fontos dolog az, hogy ha el szeretnél kezdeni a DJ-zéssel, azért valamilyen szintű zenei tudást olyan alapokkal kell rendelkezned, ami nyilván nem zeneírásra gondolok, de olyan alapokra, ami mondjuk azzal megegyezik, hogy tudod azt, hogy miből és hogyan épül fel a zene, hány ütemből áll, hogyan vannak a 32-ed ütemek, vagy a 8-adok 4-8-adon keresztül halad a zene, és épül felfelé, aztán eléri a csúcspontot, és onnantól kezdve pedig ugyanígy nyolcadonként szépen épül lefelé. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a mixelésnél ezeket a nyolcadokat összeadva egy 32 ütem az, amikor nekünk majd be kell lépni a következő zenével, és átkeverni úgy, hogy azt a közönség legkevésbé hallja, és a legjobban lehessen élvezni. Emellé természetesen dukál egy DJ-szett is. Ez lehet egészen az alaptól, egészen mondjuk egy profi ö, ilyen kontroller szettig, de lehet úgy is gondolkodni benne, hogy kell nekünk kettő darab CD-lejátszó, amit most már nem CD-lejátszónak hívunk, hanem hát nem is tudom, hogy mondjuk, mondjuk úgy, hogy kontrollernek, hiszen a legtöbb zene az már pendrive-ról, Játszódik ezeken az eszközökön. CD-t már nem igazán használ senki, hiszen az a legegyszerűbb, pendrive-ot bele dugni, és már ott is van a zene. Szóval a legalapabb szerintem egy 50 ezer forinttól már elkezdődhet, ha, ha mondjuk a, a legkedveltebb márkát nézzük. Ezzel a szettel akár már telefonról is tudsz zenélni magadnak, egy kis hangfalat odáritasz magad mellé, és teljesen jól lehet vele gyakorolni és azt gondolom, hogy az alapok elsajátításához ez bőven elég is. De természetesen az a csillagoségig el tud menni, és az árban nincsen határ. Nagyjából megpróbálom nektek bemutatni azt, hogy miből tevődik össze egy ilyen DJ pult, és hogy mi ez a sok-sok-sok-sok gomb, amit mi tekergetünk, tologatunk, húzogatunk, és megpróbálom nektek elmondani, hogy, hogy mi, mi, hogyan dolgozunk, illetve nyilván a DJ-k, hiszen én nem vagyok DJ, de, de azt gondolom, hogy elég sokat láttam már én is, és tapasztaltam, és nagyon szeretem ezt a dolgot, ezt a szakmát. Kezdjük innen bal oldalról, nekem bal oldalról. Ez a része a kontrollerüknek az egyik CD lejátszó, fogalmazzunk így, de hát tehát innen indítjuk el az egyik zenét. Itt egy középső egység van, ahonnan betöltünk ide egy számot, és elindítjuk, ezt meg is mutatom nektek, jó? Elindul egy dal, és ahogy mondtam nektek, 8 adokon keresztül, illetve 32 eken keresztül épül felfelé a dal. Itt érkezünk el az első 32-hez. Amikor, amikor is bejön egy basszus a dalban, és szépen lassan építi felfelé. Itt fogunk elérkezni egy következő 32-hez, amikor jön egy kiállás és jön egy énekrész. És akár énektől is el lehet kezdeni számolni. 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2-3-4-5-6-7-8. Itt volt a 32-ed váltás, most nem a legelejétől számoltam, hanem a második 16-tól, de ezt nyugodtan el lehet kezdeni a szám elejétől kezdve számolni, és higgyétek el, hogy ki fog jönni. Természetesen vannak olyan kiállások, amikor meghagynak egy ilyen laufot, és utána lehet megint számolni. De ez egy nagyon fontos dolog a DJ-knek, hiszen így tudják elérni azt, hogy a két szám összemixelésénél ne csúszzanak el ezek a 32-edek, itt el tudunk indítani megint egy nyolcadot. Megint egy nyolcad, és innentől kezdve megint jön egy tizenhatod. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. És a kilencedik ütemre kellene nekünk belépni a következő számmal, ezzel át is térek a másik oldalra, hiszen van egy ugyanolyan, tökéletesen ugyanolyan másik oldalunk, ahova a központi egységből betöltünk egy másik zenét. Azt a másik zenét egy fülhallgatón keresztül ö, előhallgatjuk, és előállítjuk, beállítjuk gyakorlatilag a következő dal ö, sebességét, azt, hogy honnan szeretnénk indítani a dalt, és ehhez kell a fülhallgató, hogy ezt a közönségünk ne hallja. Így ö, így minden tökéletesen tud működni. A, a főzene megy, közben... Ö, Mindenki, mindenki tudja élvezni azt a zenét, amit, amit a közönség hall, és a DJ előkészíti a következő zenét. Ezt most meg, megmutatom nektek, hogy hogy csinálom, röviden, gyorsan, és azután elmondom, hogy mit, miért csináltam. Ugye itt most ö, különbözik a két dalnak a sebessége, ezért megpróbálom a másik számnak, a következő számnak a sebességét ugyanerre, ugyanerre az ütemre beállítani. Ö, itt a kontrollerünknél lehet látni, hogy az a dal, ami most szól, a 128 BPM-en halad, ami azt jelenti, hogy egy perc alatt 128 ütemet hallunk megszólalni és gyakorlatilag, ha itt nem lenne kielezve az, hogy a másik számnak mennyi a BPM száma, akkor, akkor ez egy hosszabb folyamat lenne, hogy szépen lassan ugyanarra az ütemre tudjuk beállítani a két számot. De így a mai technikával ez már egy sokkal, de sokkal könnyebb dolog, és a DJ-k már nem is arra fordítják a legtöbb időt, hogy azzal foglalkozzanak, hogy a következő számnak a sebességét beállítják, mert Gyakorlatilag be tudnák állítani bárhogyan, de most már inkább azzal foglalkoznak, hogy a két szám összekeverése a lehető legsimulékonyabban és a lehető legjobban tudjon működni. És amellett még nagyon sokan használják a mikrofont, ami azért is fontos, hogy tartsák a kapcsolatot a közönséggel, azért is fontos, hogy feldobják a hangulatát a közönségnek, és két szám között, még akár mixelés közben is előfordul az, hogy, hogy te ne halljad azt, hogy a két szám együtt szól, elkezd beszélni a DJ, és egészen addig beszél, amíg ő a régi számot ö, szépen lealkítja, és az új számot pedig feltolja, és az pedig a maximumon tud szólni, úgyhogy nagyon sok DJ használja most már, hát elég régóta a mikrofont, én azt gondolom, hogy talán ö, néha már túl sokat is beszélnek, de... De fontos az, hogy mindenképpen kicsit spanolják a közönséget. Megpróbálom megmutatni akkor, hogy hogy néz ki egy ilyen mix. Úgy, ahogy említettem, 32 nél belépek, elindítom a következő dalt, le... leveszem a mélyet róla, hiszen a két mély nagyon csúnyán ki tudja ütni egymást, és... és gyakorlatilag már ott vagyunk, hogy a következő szám szól. Lehetett hallani a mixelésem közben egy kis csúszást, akinek jó a füle, az biztos, hogy hallotta. Ez azért volt, mert, mert a két, két szám nem volt azonos ütemre beállítva, csak most elindítottam és kézzel korrigáltam, de van itt a keverőpultunk legszélén egy potméter, amivel le lehet fixálni a dalnak a sebességét, ezzel a kis tányéra pedig ilyen köztes gyorsítás, lassítás lehet végezni, vagy akár scratchelni, mint a nagy bakelitlemez játszókkal nagyon ügyesen lehet. Nagyon fontos még egy dolgot elmondani, hogyha te azon gondolkozol esetleg, hogy DJ szeretnél lenni, akkor azért annak vannak olyan oldalai is, ami mondjuk nem köztudott, hiszen te csak úgy ezt a munkát, mert hogy ez egy munka, elég komoly munka, ezt csak úgy nem tudod elvállalni, hogy odamész a diszkóba és jelentkezve, hogy csókolom, én diszkó szeretnék lenni, ők pedig azt mondják, hogy gyere és játszál. Ennek van egy olyan háttér története, hogy szerzői jogdíjat kell fizetni a mahasznak. Ez azt jelenti, hogy a szerző jogdíjat kell fizetni a DJ szövetségnek, aki megadja az engedélyt arra neked, hogy ezeket a dalokat, amiket internetről, vagy bárhonnan beszereztél, ezt a nagy közönség előtt bemutathasd, és kvázi ezzel te pénzt és bevételhez jussál. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ezek a lemezlovasok, akiket ti láttok, ők mindannyian fizetnek ilyen jogdíjat, hiszen rengeteg olyan dal szólal meg a kezük között, ami, ami más produktuma, és más csinálta azokat a dalokat, úgyhogy ezért mindenképpen jobb díjat kell fizetni, illetve azért, hogy te nagy közönség előtt bemutathasd ezeket a dalokat, így ez egy, ez egy, fontos dolog, még ha, még ha háttér dolog is, nem kell nagy összegre gondolni, de, de van egy ilyen kötelező díja annak, hogy te DJ-ként bárhol is megmutathass magad. Órákig lehetne még erről beszélni, és én azt gondolom, hogy így képernyőn keresztül ezt igazán be sem lehet mutatni, hiszen itt kell lenni, hallani kell, érezni kell a zenét, és nagyon-nagyon-nagyon és sokat kell gyakorolni ahhoz, hogy, hogy te ezekkel a kütyükkel profin tudjál dolgozni. Nagyon remélem, hogy élveztétek azt, amit itt most bemutattam nektek, és biztos vagyok benne, hogy ezt így képernyőn keresztül nem is igazán tudom átadni, de nagyon sok gyakorlással a, a, az eszközöknek a megismerésével és tényleg rengeteg, rengeteg, rengeteg óra gyakorlással ezt nagyon profivá lehet tenni, és, és tényleg úgy tudsz működni, mint a nagy DJ-k. Ez, ez egy, nekem számomra, számomra ez egy óriási hobbi, nyilván nincs rá időm, hogy, eljárjak diszkókba is fellépjek, hiszen rengeteg mérkőzésünk van, de, de nagyon sokat szoktam. Ha van engedi időm, akkor nagyon sokat gyakorolok, bár most az utóbbi időben van más dolgom is, de, de nagyon szerettem, és még mai napig szeretek ide beállni és, és zenélgetni egy kicsit. Ez volt az NSO zene tanórája, remélem élveztétek a kis bemutatómat. Nagyon bízok benne, hogy sokaknak meghoztam a kedvét, és igyekeztem röviden, tömören bemutatni azt, hogy, hogy néz ki egy ilyen diszkos és mondjuk, hogy hogy váljatok David Gettává. Persze ez az út, ez egy rettentő hosszú út, de, de bízok benne, hogy sokaknak tetszeni fog, és szeretnének majd megismerkedni ezzel a szakmával. Én azt kívánom mindenkinek, hogy aki teheti, maradjon otthon, és ha már otthon vagytok és érdekel titeket ez a dolog, akkor zenéjetek.